Sziasztok! A mai videóban a Quabl által kiadott MAV BDBH kocsijával fogunk foglalkozni, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem a mai videóban is. Hogy látjátok, egy sima szabvány Quabl dobozban érkezik a modell, igazából erről sokat nem szeretnék beszélni. A maga modell a lényeg, úgyhogy szerintem ki is bontom, és akkor megnézegetjük, hogy milyen. Ugye ne tévesszem meg senkit, az elnevezése, hogy BDBH, ugyanis ez nem csak egy sima podgyászkocsi, hanem ez egy úgynevezett vakvezérlő. Majd mindjárt megmutatom, hogy ez mit is jelent. De először nézzük meg a modellt közelebbről. Ezt használtan sikerült beszereznem, ugye másodkézből. Én az első kiadásról lemaradtam, ugyanis ezt 2018-ban adta ki a Quabl, ha jól tudom. Láthatjátok, hogy az előző tulajdonos már módosította a kapaszkodókon, ugye is nem a Fuggert által megszokott kapaszkodók vannak rá felrakva, hanem fémből ő megcsinálta ezeket a kapaszkodókat, szerintem egész igényes lett. Ugye a feliratok szépek, igazából egy alap Fuggert modell, csak ugye a Quabl kicsit felturbózta. Forgóvázakon sem lett igazából módosítás, szóval ott se kell nagy dologra számítani, igazából a lényeg az itt van elől. És ugye ezért hívják vakvezérlőnek, mert itt minden ugye el lett távolítva a homlokfalról, szóval a fényszórók, meg az egyéb ilyen kis dolgok. Igazából a kocsik története az a 90-es évek közepén kezdődik, ugye ezeket a kocsikat a Miskolc keleti szakaszon lehetett megtalálni, illetve a Szombathely Sopron vonalakon voltak ezek a kocsik besorozva. Ugye ezek selejtezett vezérlőkből lettek kialakítva, tehát látjátok itt is, hogy 150-es a pályaszáma, szóval gondolom ez egy BDT 150-es sorozatú kocsiból lett kialakítva. Először BD feliratozásúak voltak, ugye a T-t leszették mögül le, és akkor ugye simán csak másodosztályú podgyászteres kocsi volt, ugye a BD az ezt jelenti, és aztán BDBH lett, amikor ugye a biciklis rész itt felfestésre került. Ez a modell már ugye a továbbfejlesztett biciklis variációt mutatja. Látjátok, itt is meg vannak csinálva a kapaszkodók. Úgyhogy igazából tényleg ez egy egyszerűbb modell, viszont ugye különleges azért, mert hogy itt ugye nincsen megcsinálva semmi. Itt még talán a fényben látszik is, hogy hol voltak ugye a fényszorók meg ezek. Ugye itt ez a vezető fülke igazából teljesen podgyásztérré lett alakítva, és ugye mindenféle kezelőszerv ki lett onnan szedve, és ima rendes kengyeles kuplunggal érkezik a modell, mind a két oldalon, illetve ugye fémkerék van benne. Eléggé magasan vannak ezeknek a modelleknek az árai, hát ez kb. Olyan 30 ezer forintomba fájt. Én úgy gondolom, hogy ennyit nem ér meg szerintem feltétlen egy ilyen kocsi, viszont mivel én ugye ilyen Fuggert mániás vagyok, ha lehet ezt így mondani, nekem ezt be kellett szereznem. Igazából kíváncsi voltam rá, hogy milyen technológiával, meg hogyan oldották meg ezt a homlokfali részt. Szerintem egész jól el tudták tüntetni amúgy ezeket a kis dolgokat. Úgyhogy igazából köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, és igazából aki beszeretné szerezni ezt a modellt és talál, annak azt tudom mondani, hogy hát drága lesz, viszont ha rászánja azt a pénzt, akkor egy egész jó kis modellt tud majd futtatni a terepasztalon. Még annyit kell tudni ezekről a modellekről, hogy ez ugye a valóságban sose a végén volt, hanem mindig a szerelvény közepén, mert ugye ez nem egy vezérlőkocsi, hanem egy sima podgyászteres kocsi. Szóval még így ennyit az eredeti kocsiról. Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!